Sziasztok, a mai részben elmondok nektek 5 tippet, amivel profibb lehet az esküvői videótok. Főleg kezdőknek szól ez a mai rész, így hogyha esküvői videózásba akarsz kezdeni, akkor mindenféleképpen tarts velem! Az első tipp a kamera. Minél jobb képességű kamerát használj, hogy megkönnyítsd a saját magad munkáját. Ebből is legalább legyen 2, vagy 2 szögből tud bemutatni azt az adott pillanatot. Ceremóniánál, first looknál tök jó, hogyha tudsz a jelenetek között váltani. Ezért tök jól néz ki. Második tipp, objektív. Használj minél fényerősebb objektívet, hogy szép, mosott hátteret tudjál előidézni. Ezáltal sokkal filmesebb és profibb hatást tudsz elérni, valamint rossz fényviszonyok között is. Tök jó, hogyha van egy fényerős vagy több fényerős objektíved. Gyenge fényviszonyok között is tök jó zajmentes videókat tudsz felvenni. Legjobb objektívek esküvőre. 24-70 mm, 16-17-18 mm, valamint egy 50 mm-es objektívvel. Még ha két kamerád is van, ezekkel a tartományokkal általában úgy mindent le tudsz fedni. Persze vannak kivételek, lehetne 72-es objektívet is használni, de azt gondolom, hogy ha ez a három típus objektíved megvan, akkor mindent lefedsz egy esküvőn. Harmadik tipp, stabilizátorok. Tök jó, hogyha van egy háromlábú állványod, de emellé még szerezél be egy monopodot, ugyanis ez a monopoddal sokkal könnyebben tudsz pozíciót váltani, mégis stabil felvételeket tudsz készíteni, sokkal jobbakat, mint hogyha kézből vennéd fel, ráadásul sokkal kényelmesebb is. Tök jó, hogyha ezeken a monopodon is, meg a háromlábú állványon is van egy fluid fej, ezáltal sokkal smoothosabb mozgást tudsz vele rögzíteni. Ja, finomabbak lesznek a mozgások. Használj gimbalt. Manapság már lehet, hogy trendi az, hogy nem használom gimbalt sem, de higgyétek el, hogy sokkal jobban be tudjátok mutatni az adott környezetet, az épületet, a helyszínt, a várost, hogyha van benne gimbalos mozgás. Persze azért túlzásba se kell esni, hiszen hogyha egy egész esküvői videó folyamatosan csak mozog, az egyébként tök zavaró lehet, szóval ilyen kiegészítésnek szerintem mindenképpen használj gimbalt, ráadásul most már tényleg tök elérhető áron lehet kapni őket. Négyes tipp, slow motion, azaz lassított felvételek. Állítsd a kamerádat minimum 50-60 frame per szekundumra, és ezáltal vegyél fel olyan snitteket, amiket majd később utómunkásán le tudsz lassítani. Ezáltal olyan pillanatokat tudsz visszaadni, bemutatni, amit abban a pillanatban, pillanat, tehát amit abban a helyzetben talán észre sem vett senki, és sokkal jobb hatást tudsz elérni, hogyha slow motion-nel kiegészíted, lassított felvételekkel kiegészíted a felvételeidet. Ötös tipp, több mikrofont és hangfelvételt is használjatok. Ugyanis, hogyha van mondjuk 2 kamerád, akkor használjál 2 darab puska mikrofont, egy-egy puska mikrofon a kamerára. Tök jó, felveszed direktbe a hangokat a jelenetek mellé, és ez tök jó lesz majd beépítve a videódba. Emellett a ceremónián mindenféleképpen helyezd el egy csiptet és mikrofont a vőlegényre, ezáltal a vőlegénynek és a mennyasszonynak a hangját direktbe környezeti zajmentesen fogod tudni rögzíteni. Igen, kimondásától a megható beszédekig. Akarod-e a innen lévő Diánát feleségülve? Akarom. Tényleg. És hogyha van még egy hangfelvevőt, mondjuk én egy Zoom H1-et használok, akkor ezt még direktbe rá tudjátok kötni, mondjuk, hogyha van keverőpult és mikrofonba beszél a szertartásvezető, akkor tök jó, mert az ő hangját is tudjátok rögzíteni, ezáltal tényleg több szempontból is be van biztosítva, hogyha esetleg valami váratlan baj történne, több mikrofonnal be van biztosítva. És hát a rosszabb hang is jobb, mint ha nem lenne semmi. Bónusz tipp! Tartsátok külön napon a kreatív felvételnek az elkészítését. A pár sem szeret aznap kapkodni, nektek is kapkodás, technikai felszerelés ide-oda, rohanni kell, nem tudtok jól ráfókuszálni, rákoncentrálni a feladatra. És sokkal kényelmesebb, hogyha egy külön napra átrakjátok ezeket a kreatív felvételeknek az elkészítését. A pár is jobban egymásra tud hangolódni, és mindenki jól ráhangolódik a másikra, és akár ilyenkor könnyebben meg tudjátok szervezni, mondjuk naplementés időben, vagy egy eltérő helyen, naplementés időben tudjátok felvenni ezeket a kreatív felvételeket. Ezáltal jobb lesz az esküvői videótoknak a minősége, és a pár is baromira fog neki örülni. Extra bónusz plusz, használjátok drónt, ha tehetitek, tök jól néz ki egy olyan perspektívából is megmutatni az adott környezetet, ahol történt mondjuk a
az esküvő, vagy pedig a kreatív, amilyen szemszögből általában nem látják az emberek. Fotókban is ugye mindig az a jó, hogyha vagy nagyon lentről, vagy nagyon fentről, vagy olyan szögből fotózol le valamit, amit általánosságban nem szoktál olyan szemszögből vizsgálni, vagy nézni. Ja. Ennyi lett volna ez a mai rész, hogyha tetszett, akkor mindenféleképpen iratkozz fel a csatornára, kövessél be Instagramon is, találkozunk a következő videóban, ahol egy pályázati felhívást teszek közé, szóval érdemes velem tartani. Szevasztok!